Szakadáton 2019 óta nem sikerült ezt a fajta összejövetelt megtartani. Ezért most mindenki nagy örömmel készült a színes programokra. A falu apraja nagyja részt vett a szervezésben, előkészületekben, de még a környező településekről is jöttek lelkes segítők. Az így megvalósult összefogás eredményeképp sikerült kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztató műsort bemutatni. Szerintünk nagyon jó újra itt lenni. Egy jó pár évvel ezelőtt voltunk, nem igaz? És jó hangulat. Igazi falusi vendéglátó módra babujással és halászlével várták az embereket ebédre, majd a hagyományőrző tánccsoportok, illetve zenekar előadásait élvezhették a vendégek a délután folyamán. El kell mondjam, hogy nagyon sok embernek kell köszönetet mondanom azért, hogy ezt a rendezvényt ilyen színvonalon, ilyen körülmények között meg tudtuk rendezni. Vármegyei szinten is nagyon fontos, hogy a közösségek fejlődjenek, akár azáltal, hogy több kisebb település összekovácsolódik, mondta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Nagyon régóta követem a szakadási közösség építésnek a fejleményeit, és kapcsolatban maradtunk a polgármester úrral, és azt annak örülök most is, hogy több polgármester is eljött a környező településekről, és mindenhol, ahol hasonló közösségi programot látnak, ami megmozgat több települést, annak mindig örülök. A gyerekek örömére gondolva kirakodóvására mindenféle finomsággal készültek, de lehetett lovagolni is. Délután a tűzoltóság jóvoltából pedig a habokban pancsolhattak a kicsik.